Villámlás miatt csúszott a férfi kalapácsvetés döntője, fél óra késéssel a versenyzők végül szemerkélő esőben léptek dobókörbe. A nehezített körülmények ellenére Halász Bence már az első dobásával bebiztosította helyét a kis döntőben, 78 méter 20-ig hajította a szert. Nagyon örülök, hogy végre kijött az, amit én is elszerveztem. Abszolút azt mondom, hogy elégedett vagyok. Egyáltalán nem vagyok felhetetlen, nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy ezt így sikerült elérni. Kifejezetten az egyéni csúcs az, ami még édesebbé teszi nekem ezt a sikert, hiszen ismét egy nagyon nehéz és nagyon színvonalas versenyen sikerült ezt elérnem. Abszolút boldog vagyok. A dobóese fiatal kalapácsvetője a júliusi amerikai világbajnokságon dobta túl életében először a 80 métert. Ezt akarta megismételni Münchenben is. A harmadik sorozatban össze is jött. 80 méter 90 centivel egyéni csúcsot javított, és az élre állt a versenyben. Lengyel riválisai közül Novicki volt jobb formában, ő az ötödik sorozatban át is vette a vezetést 82 méteres dobásával. A hatodik körben az eredmény nem változott, Halász Bence ezüstérmesként zárt, ami fantasztikus eredmény. Nagyon izgultam az első dobás előtt, hogy az jól sikerüljön, és szerencsére ez úgy is alakult, és úgy gondolom, hogy azzal bebiztosítottam igazából magam a legjobb nyolcba. Onnantól pedig már hát nem volt nagy gondolkodás, csinálni kellett azt, amit tudok, és szerencsére össze is jött. Mind a két lengyel versenyző nagyon kellett figyelni. A mezőny eleje az annyira brutálisan erős szerintem, hogy nagyon rég volt ilyen az ezt megelőző generáció. Bence a szezon hátralévő versenyein is szeretne jól szerepelni, a jövő évi budapesti világbajnokságon pedig hazai közönség előtt bizonyítana.